Kedves kollégák és szülők, kedves ballagó diákok! A ballagó diákok bevonulását követően sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a szép ünnepen. Vendégeinket, a szülőket, rokonokat, az iskola diákjait és tanárait, és külön nagy szeretettel a 8. osztályosokat. A Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola 2022-23-as ballagási és tanévzáró ünnepségén külön köszöntöm dr. Németh Sándor urat, Bükkváros polgármesterét, Krancné dr. Kovács Bernadett asszonyt, Acsád polgármesterét, Haller Imre urat, Sajtos Kál polgármesterét, Klára Ágnes asszonyt, a szülői munkaközösség elnökét, Simon Réka evangélikus lelkés asszonyt, és dr. Szalai Gábor plébánost. Kérem, közösen énekeljük el a himnuszt. Thank you.
egy iskola életében a szeptemberi tanévkezdéstől a június közepén, illetve második felében történő évzárásig mindig van valamilyen kiemelkedő esemény. Különösképpen így van ez júniusban. Még egyszer sok szeretettel köszöntöm a mai alkalommal megrendezésre kerülő ballagási ünnepélyünkön a diákok szüleit, hozzátartozóit, minden kedves vendégünket és kollégánkat. Külön szeretném üdvözölni és köszönteni az iskola maballagó 2-8. Osztályának 36 diákját és osztályfőnökeiket. Ezekben a napokban az ország majd minden iskolájában mindannyiunk számára ismerős ballagási dalok csendülnek fel. Az előttünk álló ballagó 10 éves diákok sok-sok társukkal együtt búcsút vesznek a 8 év alatt megszokott, számukra második otthont jelentő iskolától. Búcsúzunk tőletek, és ti is elbúcsúztok tőlünk. Búcsúztok megszokott tanáraitoktól, osztályfőnökeitektől, az intézménytől, a jól ismert biztonságos falaktól és az épülettől, ami második otthonotok volt. Egymástól is búcsút vesztek, gyermekéveitek társaitól, veletek együtt felcseperedő osztálytársaitoktól. Egyszer mindennek elérkezik a vége, és akkor búcsúzni kell. A búcsú nem egyszerű, de annál hangsúlyosabb. Azért fontos, mert lezár egy időszakot, mely az élet egy szakaszát elhatárolja a többitől. A bezáruló ajtótól azonban nem szabad megijedni, tudni kell az új irány felé fordulni, és meglátni a feltáruló lehetőségeket, ahogy Nagy László mondta, töröld le könnyedet, kisírt szemedben mosoly legyen és derű, minden nap kezdődik valami, valami nagyszerű, valami gyönyörű. Ezen gondolatok után hallgassuk meg Horváth Szabados Máté 8. B-osztályos tanuló búcsúversét. Adi Endre, üzenet egykori iskolámba. Június volt, s újjongtunk, nincs tovább. Most gyertek szabad mellő örömök, s pusztuljatok bilincses iskolák. De elcsitult a jókedv förgeteg, s helyére ült a döbbet némaság. Köröttünk már az élet csörtetett. Hősharc az élet, s megélni szép. Ha hozzáedzik tüzes szívkóhó, ifjú vitézlők lengetek szívék. Ha élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz, s Szent Frigyüket így folytatják tovább. Én iskolám, köszönöm most neked, hogy az eljött élet csaták között volt mindig hozzám végüzeneted. Tápláltad tovább bennem az erőt, szeretni az embert s küzdeni, s hűnálni meg Isten s ember előtt. Június van, s nagyon magam vagyok, s kísértenek éltéltem árnyai, s az elbocsátó iskolapadok. S én, vén diák, szívem fölemelem, s így köszöntöm a mindig újakat. Föl, fiúk, csak semmi félelem. Bár zord a harc, megéri a világ, az ember az marad, ami volt, nemes, küzdő, szabad lelkű diák. Máté versét követően Gici Lilien 7. B-osztályos tanuló búcsúztató gondolatai következnek. Kedves ballagó 8-asok! Eljött ez a nap is. Ma elbúcsúztok kedves iskolátoktól, elköszöntök tanáraitoktól, és tőlünk, diáktársaktól is. Szeptemberben egy másik iskola csengője szólít tanulásra titeket. Barátok, cimborák más-más városban kezdik ősszel, immár középiskolásként az új tanévet. Elválunk, elváltok egymástól. Vajon túléli-e barátságunk a távolságot? Lesznek-e új cimboráim? Befogadnak-e a társaim? Jól érzem majd magam az új osztályomban? Megállom-e majd a helyem ott is? Ezek a kérdések bizonyára mindannyiótokban meg fog.
megfogalmazottak. Az új út bizonytalan, a vége nehezen belátható, ebben áll a legnagyobb nehézsége. A jó iskola két dolgot adhat útra való a diákjainak, gyökereket és szárnyakat. Ahol az ember egyszer gyökeret eresztett, ahonnan a legmélyebb önmaga származik, ott mindig biztonságra, otthonra talál. Ez az iskola volt második otthonotok hosszú éveken keresztül. Jelentsen hát gyökeret egy életen át. Szárnyaitok is megerősödtek a 8 év alatt. Próbáljátok most ki őket. Röpítsenek magasra titeket. Kívánjuk, ne szegjék szárnyaitokat az új iskolátokban sem, hanem tanítsanak meg okosan repülni benneteket, hogy ne jussatok Ikarusz sorsára. De ezek a szárnyak ne csak egekig röpítsenek, hanem vezessenek is időként haza titeket a szülővárosotokba, szülőfalutokba, ebbe az iskolába. Váljatok tudósokká, jó szakemberekké, legyetek sikeres sportolók, dolgozzatok becsületesen, és soha ne feledkezzetek meg arról, honnan indultatok, hol vannak a gyökereitek. Kívánok ehhez az új úthoz magam és diáktársaim nevében sok sikert, hitet! A búcsúztató gondolatokat követően a végzős évfolyam tanulói dallal köszönnek el az iskolától. Thank you.
Felkérem Póca Csaba igazgatóra, köszönjen a végzős diákoktól, illetve zárja be a 2022-23-as tanévet. Kedves vendégeink, tisztelt szülők, munkatársak, kedves diákok! Egy tanévzáró alapvető feladata, hogy a mögöttünk hagyott szorgalmi időszakot értékeljük. Az értékelés szót halljuk, és ezt iskolai relációban vetítjük, akkor sokszor az a helyzet, hogy egy kis szubjektivitás van a dologban. Természetesen egy évközi értékelésnél ezt illik mellőzni, és abszolút objektív alapokra helyezni. Valami akkor lesz objektív, hogyha külső tényezőket veszünk figyelembe, illetve matematikailag beazonosítható, azaz számszerűsíthető. Éppen emiatt szerencsésnek látom megnézni a volt diákok középiskolai felvételi eredményeit, a már középiskolákban tanulóknak az eredményeit, illetve a komplex országos iskolai mérések eredményeiből egy képet összehozni. A most végzősök azt gondolom, hogy kifejezetten büszkék lehetnek, hiszen 81%-uk az évfolyamra vetítve érettségit adó továbbképzésben vesz részt, illetve tovább tanul. Az a maradék, aki szakképzésben megy, azt gondolom, hogy kifejezetten jó szakmát választott. Egyébként az országos átlag körülbelül 70%, aki érettségit adó képzésben megy, és azt gondolom, a mi esetünkben ez a 80 fölötti százalék, ez kifejezetten szép eredmény. Tegyük hozzá azt is, hogy úgy kerültek be a középiskolákba, hogy nagyon nagy százalékuk az első helyen jutott be. A másik lényeges tényező, hogy hogyan is teljesítenek volt diákjaink a középiskolákban. Szerencsére a jogi keret mellettünk szól, hiszen a középiskolákat jogszabály kötelezi arra, hogy a 9. és 10. évfolyam eredményeiről a visszajelzéseket küldjenek. Hogyha ezekből egy statisztikai alapot képezünk, akkor azt látjuk, hogy az érettségiben tovább tanulók bőven tartják az általános iskolai eredményeiket. Nagyon kevés, minimális tized visszaesés tapasztalható. Azok viszont, akik szakmát választottak, az ő esetünkben sokszor drasztikusan jó eredmények születnek. Némely esetben tapasztaltunk olyat is, hogy 2 egészet javított valaki az itteni teljesítményéhez képest. A harmadik lényeges szempont az országos mérések összessége. Erre a tanévre nyugodtan ráhúzhatjuk, hogy a mérések éve volt. Az a 176 diák, aki 4-től 8 évfolyamig összesen 28 mérésben vett részt, közel 1600 feladatlapot töltött ki. Igaz, hogy ezeknek az eredménye majd a jövő tanévben jelentkezik. Az idei évben azt látjuk, ami a tavalyi statisztika, nevesen matematikából és szövegértésből diákjaink a nagyvárosok szintjén teljesítenek, angolból a budapesti iskolák szintjén, természettudományból pedig az országban alig volt iskola, aki a miénknél jobb teljesítményt nyújtott. Hogyha ezeket összevetjük azokkal a számszerű mutatókkal, amelyeket mi képeztünk, azaz az alsó tagozat 4,4-es átlagával, a felsősök 3,96-os átlagával, akkor azt gondolom, hogy büszkék lehetünk. Sőt, meg kell jegyeznem, én úgy hiszem, hogy szigorúk is vagyunk, és ezt a szigort továbbra is kérem a kollégáktól, hiszen ez a garancia arra, hogy ne csusszunk olyan gyorsan, mint a magyar közoktatás átlaga. Egy tanévzáró szól arról is, hogy elköszönünk a volt diákoktól, mint ahogy ezt eddig is tettük. A tegnapi nap során részesei voltunk egy szép elköszönésnek. Ebben hallhattunk bölcs gondolatokat, láthattunk egy társas táncot, majd egy fergeteges bulit, ezt követően pedig részesei lehettünk egy nagyon meghitt szerenádnak. Igaz, hogy a dalok betanulása közben volt egy kis döccenő, ahogy hallottam, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy mindenkinek igazán nagy élményben volt része. Mit is kívánhatnék a boldiákoknak? Először is azt, hogy ami most a fejekben gondolatként megjelenik, ezek valósuljanak meg.
Legyen mindenkinek szép, hosszú életpályája, éljetek boldog családokban, és legyetek sikeresek. A szülőknek, nagyszülőknek pedig azt kívánom, hogy ezeknek a sikereknek nagyon sokáig jó egészségben tudjanak örülni. Köszönöm. Iskolánk hagyományéhoz hűen a ballagási ünnepén elismeréseket adunk át tanulmányi és kulturális élet területén kimagasló eredményt elért 8. évfolyamos tanulóknak. Példamutató magatartásáért, szorgalmáért és kitűnő tanulmányi eredményért jutalomkönyvet vehet át a 8. A-osztályból Szabó Diana. Kitűnő tanulmányi eredményeért szintén a 8. A-osztályból Horváth Balázs. Példamutató magatartásáért, szorgalmáért, jeles tanulmányi eredményért és kiemelkedő közösségi munkájáért Ambrus Dóra. És szintén a 8. A-osztályból kiemelkedő közösségi munkájáért Molnár Patricia. A 8. B-osztályból példamutató magatartásáért, szorgalmáért és jeles tanulmányi eredményért jutalomkönyvben részesül Katona Luca. Szintén példamutató magatartásáért, szorgalmáért és jeles tanulmányi eredményért Kovács Bendegúz. Közösségi munkájáért Gosztonyi Gréta. És szintén közösségi munkájáért Horváth Szabados Máté. Igazgatórat megkérem, még ne menjen a helyére. 4 éven át tartó énekkari munkáért jutalomkönyvben részesül a 8. A-osztályból Ambrus Dóra. Karvalics Rebeka. Kovács Lara Emma. Szabó Diana. És Szilágyi Xenia. A megérdemelt jutalmakat követően Kovács Lara 8. A-osztályos tanuló búcsúzik el a diákok nevében az iskolától, tanáraiktól, iskolatársaktól és az osztálytársaktól. Szeretettel köszöntök minden szülőt, tanítót, tanár és diáktársat, minden meghívott vendéget ezen a szép napon. 8 éve, 2015. szeptemberében ültünk be először az iskolapadóba. Ilyenkor az következik, milyen gyorsan eltelt a 8 év. De nem, nekünk úgy tűnik, hosszú volt. A dolgozatok végtelen és soha véget nem érő sora, a rengeteg memoriter. Sokszor a 45 perc, persze némi túlzással, egy örökké valóságnak érződött. Különösen a 8. év viselt meg bennünket, a továbbtanulás nagy nyomást és terhet rakott ránk. De azt tartotta bennünk a lelket, hogy eljuthattunk idáig, itt állhatunk előttetek ezen a szép ünnepen. Most már sikeresen túl vagyunk a felvételin, és várjuk az új kihívásokat. A nyári pihenő után legalábbis reméljük, újult erővel
tisztelettel vágunk bele az izgalmas kalandba. A nehézségek ellenére számtalan élményben volt részünk. Bár a Covid megfosztott bennünket az osztálykirándulásoktól, az együttléttől, a közös ünnepléstől, a buliktól, nem mehettünk úszásoktatásra. Viszont emlékezetes élmény volt számunkra az erdélyi kirándulás. Sok szépet láttunk, de az, hogy végre együtt lehettünk, Szabadon a járvány után jelentette a legtöbbet nekünk. Fontosak voltak a közös bolondozások, ugratások, civakodások és békülések. Izgatottan várjuk, hogy végre középiskolások lehessünk, közben persze fáj a szívünk. Barátságok szövődtek az elmúlt években, nehéz most egymástól megválnunk. Ott voltunk egymásnak, ha segítség kellett. Nem voltunk tökéletesek, vitatkoztunk, veszekedtünk, de ezek mind-mind csak ideig óráig tartottak. Most az elválás küszöbén azt mondhatjuk, már örökre össze fog kötni bennünket az itt töltött 8 év. Kedves diáktársak, búcsúzunk. Most helyünkre léphet a 7. évfolyam. Van egy általános igazság, amivel mindannyiunknak szembe kell néznie, akár akarjuk, akár nem, egyszer minden véget ér. Akármennyire is vártuk ezt a napot, nem jó, ha valami végleg lezárul. A nyár utolsó napja, egy nagyszerű könyv utolsó fejezete, a búcsú egy közeli baráttól. Ma búcsút intünk mindennek, ami ismerős volt, mindennek, ami kényelmes volt. Kedves Ada néni és Tünde néni, köszönjük Önöknek, hogy megtanítottak írni-olvasni bennünket, szerettek minket, szívükön viselték sorsunkat. Hálásak vagyunk felsős osztályfőnökeinknek is, Andi néninek és István bácsinak, akik 3 évig kísérték utunkat, akik igyekeztek jó irányba terelni minket, akik mellettünk voltak, ha a szükség úgy hozta. És persze Cili néninek, valamint Csilla néninek is, akik ezt a munkát átvették a 8. évfolyamon. Továbbá, és nem utolsó sorban tanárainknak, akiknek a türelmét sokszor próbára tettük, köszönjük a sok munkát és energiát, amit belénk fektettek. Most azokhoz fordulunk, akiknek a legtöbbet köszönhetjük. Kedves szüleink, sok mindent mondhatnánk, szavakkal úgysem tudnánk kifejezni, mennyire hálásak vagyunk. Azt kérjük tőletek, hogy továbbra is támogassatok bennünket, ugyanolyan odaadással, mint eddig. Visszasírom néha azt a régi népmesét, amit az ágyam olvasotta, még az álom el nem ért. Tudtam, nincs mitől félnem, aki mellettem van az ördögtől.
Második részében a 2022-23-as tanév zárására kerül sor, melyben először hallgassák meg Gregor Marcell és Varga Máté első osztályos tanulók szavalatát. Éva, vakáció, vagyis végre szabadság. Szabadságon leszek végre, holnaptól már nem jövök. Nem kell teget, anya reggel, és az óra sem csörök. Nem mondják, hogy reggeliz már, öltözfutás mosogat. Nem szól senki elnek, és minden siettet noszok. Matek lecke elfeledve, angol szavak álmják. Nem kell koránnak. Rajzra sem kell bepakolni, festéket meg felemzliket. Nem kell koránnálba bújni, nincs könyörgés hajtihő, tornazságból se szaglik ki, pürös zokni vagy cipő. Eldugtam a táskámat is, minek úgyse használom, meg lehet majd úgy, mint tavaly, könnyen meg se találom. És most nincs mi kedvem szegni, ahó szép nyár, vártalak, hívnak tavak, folyópartok, árnyos erdők, várfalak. Kedvem szottyan, lustálkodom, szabad idő, temérdek. Ha játszani hívna bárki, garantáltan elérhet. Elkészült az órarendem, nézd csak, az lett ráírva, minden program szünidei üzemmódhoz állítva. A 8. évfolyamosok jutalomkönyveiket a ballagási ünnepély keretén belül már átvették. Most felkérem dr. Németh Sándor polgármester urat és Póca Csaba igazgató urat, hogy az alsóbéves tanulóknak is adják át a megérdemelt jutalmakat. Bükkváros önkormányzat képviselőtestülete, Bükkváros jó tanulója, jó sportolója kitüntetést adományoz Gici Lilien 7. B-osztályos tanulónak, aki tanulmányi eredményével és sportolási tevékenységével hozzájárult a település hírnevének öregbítéséhez. Lilien a felső tagozat minden évét kitűnő tanulmányi eredménnyel zárta. Nem csak a tanulás, az iskolai testnevelés órák, hanem a labdarúgás és a néptánc területén is megmutatta tehetségét, hiszen kisiskolás kora óta foglalkozik a labdarúgással és a néptánccal. A Bruff Egyesületében focizott 2020-ig, majd a Csepregi Ese csapatában játszott 2020-tól 2022-ig. Jelenleg az Illés Akadémia Viktória U14-es csapatában játszik. Lilien az alsó tagozatban ismerkedett meg a néptánccal. Itt is kitűnt tehetségével és szorgalmával.
folyamatosan néptánccal harmadik osztályos kora óta foglalkozik, jelenleg az Ablánc gyermek néptánc csoport tagja. A gyermekfesztiválon 2020-ban arany, 2022-ben ezüst minősítést nyertek. A néptánc és a sport kitartó munkára, szorgalomra nevel, az iskolai munkájában, felkészülésében is megmutatkozik. Gratulálunk Liliennek, és további kitartó munkát kívánunk. Dr. Gyuláci József, az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógus Képző Központ biológia tanszékének vezetője, még 2014-ben díjat alapított gyerekek számára. Az Ablánc díj gazdája, Bükk város képviselőtestülete. Odaítélésének szabálya szerint a díj magyar állampolgárnak, a Felsőbükki Nagy Pál Általános Iskola, az alapító egykori iskolájának tanuló felső tagozatos gyermekek részére adható naptári évenként egyszer. A díjazásra minden év május 31-éig az iskola tantestülete tesz javaslatot, mely alapján dönt a képviselőtestület. Az idei évben az Ablánc díjat a 8. A-osztályos Horváth Balázs érdemelte ki. Iskolai tanulmányait kiemelkedő eredménnyel végezte, szorgalmas, tanulmányi munkájában kitartó és céltudatos. A természettudományos tantárgyak iránt elhivatott, a tanórákon mindig tevékeny, biztos tudással rendelkezik. 4 éven át a természettudományos tantárgyakból jeles vagy kitűnő eredményt ért el. Valamennyi természettudományos program tevékeny résztvevője volt az elmúlt tanévekben. Iskolánkat rendszeresen képviselte tanulmányi versenyeken. A Herman Otto Kárpát-medencei fizika verseny területi fordulójába került. Számos matematika verseny résztvevője volt. A diszoklevélből és pénzjutalomból álló díjat dr. Németh Sándor polgármester úr adta át, és Balázsnak további kitartó munkát kívánunk következő munkahelyén, úgymond a Bolyai Gimnáziumban. Most pedig a kitűnő és jeles tanulók jutalmazása következik. Példamutató magatartásáért, szorgalmáért és kitűnő tanulmányi eredményért az első A-osztályból Rózsa Viola Szófia vehet át jutalomkönyvet igazgatótól. Gregor Marce György példamutató szorgalmáért, kitűnő tanulmányi eredményért szintén első A-osztályos tanuló. Példamutató magatartásuk és szolgálmuk jeles tanulmány eredményükért, majd a bizonyítványosztáskor tanítónénitől vehetnek át oklevelet, név szerint Barát Zafira, Deis Nagy Veronika, Eredics Bori, Gici Janka, Szent Györgyi Zói Evelin és Szőlősi Mihály. Az első B-osztályból példamutató magatartásait, szorgalmáért és kitűnő tanulmány eredményért Miskei Zói Anna kap jutalomkönyvet. Pál Fimia Martina szintén példamutató magatartásait, szorgalmáért, kitűnő tanulmány eredményeért, és Varga Máté szintén példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő tanulmányi eredményért. Jeles tanulmányi eredményért oklevélben részesül majd Gazdag Botond, Horváth Zsombor, Kócán Gerda, Kovács Dei Panni és Kristóf Anna Zoé. A második A-osztályból példamutató szorgalmáért, kitűnő tanulmányi eredményért Eső Zalán Krisztián kap jutalomkönyvet. Példamutató magatartásait, szorgalmáért, kitűnő tanulmányi eredményért Haller Mira Zora. Példamutató szorgalmáért, kitűnő tanulmányi eredményért Kékesi Csenge. C.
Szintén példamutató magatartása egy kitűnő tanulmány eredményért Kékesi Zsejke. És példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő tanulmány eredményért Kovács Erik Már. Nyeres tanulmány eredményért majd oklevélben részesül De és Nagy Alexandra, Németh Regina, Petrovics Bálint, Székely Lorena, illetve Szerestei Mihály. Második B-osztályból példamutató magatartása és szorgalmaért kitűnő tanulmány eredményét Bálint Benedek kap jutalomfondot igazgatóinktól. Kovita Fanni szintén példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő tanulmány eredményéért. Denkler Adél szintén példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő tanulmány eredményéért. Kranc Zsófia példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő tanulmány eredményeiért, és Wilhelm Marcell példamutató magatartásáért, szorgalmáért és kitűnő tanulmány eredményeiért. Példamutató szorgalmáért, magatartásáért, jeles tanulmány eredményért oklevelet kap majd Molnár Laura, Németh Eliza és Nyári Gergő. A harmadik A-osztályból példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő tanulmány eredményért Csuka Olivér. Kovács Dejé Barna szintén példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő tanulmány eredményért. És Németh Luca példamutató magatartásáért, szorgalmáért és kitűnő tanulmány eredményéért. Oklevélben részesül majd Galántai Csaba, Németh Dorka, Németh Soma, Somogyi Eszter, Nyári Vivien példamutató magatartásuk és szorgalmukért és jeles tanulmány eredményükért. A harmadik B-osztályból példamutató magatartásait, szorgalmáit, kitűnő tanulmányi eredményért Enzsöl Gréta vehetnánk jutalomfondra. Kovács Hanna szintén példamutató magatartásait, szorgalmáért és kitűnő tanulmányi eredményéért. Máté Dóra szintén példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő tanulmány eredményéért, és Nagy Málna példamutató magatartásáért, szorgalmáért és kitűnő tanulmány eredményéért. Oklevélben részesül majd Bodorkós Blanka, Boros Áron, Citkovics Liliana, Holcafel Baranyai Zsombor, Krucsó Dóra és Tóth Gergely. A negyedik A-osztályból oklevélben részesül majd Polgár Tamás Nándor, példamutató szorgalmáért és jeles tanulmányi eredményéért. A negyedik B-osztályból példamutató magatartásait, szorgalmáit, kitűnő tanulmány eredményét Bálint Nóra, Vermáti Tóra. Horváth Martin szintén példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő tanulmány eredményéért. Kócsán Róza szintén példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő tanulmány eredményéért. Kovács Panna példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő tanulmány eredményéért. És Varga Szonya példamutató magatartásáért, szorgalmáért és kitűnő tanulmány eredményéért. Oklevélben részesül majd Derényi Ferenc, Pálfi Szófia és Kisfaludi Péter. Ötödik A-osztályból példamutató magatartásáért, szorgalmáért és kitűnő tanulmányi eredményéért jutalomkönyvben részesül Bodorkós Dóra. Denkler Dávid szintén példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő tanulmányi eredményéért.
Vágvölgyi Zente Szilárd példamutató magatartásáért, szorgalmáért és kitűnő tanulmányi eredményeért. Példamutató magatartásait, szorgalmáért és jeles tanulmányi eredményéért jutalomkönyvbe részesül Borbé Jászmin. Csuka Noel szintén példamutató magatartásáért, szorgalmáért és jeles tanulmányi eredményéért. Nagy Hanna példamutató magatartásáért, szorgalmáért és jeles tanulmányi eredményéért. Valamint Nyári Virág példamutató magatartásáért, szorgalmáért és jeles tanulmányi eredményéért. Az 5. B-osztályból példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő tanulmányi eredményéért és kiemelkedő közösségi munkáért Dóró Jennifer. Nagy László szintén példamutató szorgalmáért, kitűnő tanulmányi eredményéért és kiemelkedő közösségi munkájáért. Valamint Varga Veronika példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő tanulmányi eredményéért és kiemelkedő közösségi munkájáért. A 6. A-osztályból kitűnő tanulmányi eredményéért Rachnefeld Max kap jutalomkönyvet. Példamutató magatartásáért, szorgalmáért és jeles tanulmányi eredményéért Balog Emma. És Kis Benedek szintén példamutató magatartásáért, szorgalmáért és jeles tanulmányi eredményéért. A 6. B-osztályból példamutató magatartásáért és kitűnő tanulmányi eredményéért László Adél. És jeles tanulmányi eredményéért Bán Elizabeth. A 7. A-osztályból példamutató magatartásáért, szorgalmáért és kitűnő tanulmányi eredményéért Németh Kata. És jeles tanulmányi eredményéért pedig Horváth Milán. És végezetül a 7. B-osztályból példamutató magatartásáért, szorgalmáért és kitűnő tanulmányi eredményéért Berényi Anna. Szintén példamutató magatartásait, szorgalmáit és kitűnő tanulmány eredményért Gici Lilien. És példamutató magatartásáért, szorgalmáért, jeles tanulmány eredményért és a megyei német nyelvi verseny 5. helyezésért Kovács Hanna. Megérdemelt jutalomkönyvek kiosztása után nem sokára kezetekben lesz a bizonyítvány, ami megméri, hogyan is dolgoztatok az idén. Az osztályfőnökök értékelni fogják mindazt, amit elértetek ebben az évben. Végezetül egy nagyon-nagyon fontos dolgot szeretnék kérni mindenkitől. Kérem benneteket, hogy vigyázzatok magatokra nyári szünetben. Sajnos az országban minden évben megsebesül egy-két gyerek valamilyen fölösleges vagánykodás miatt. Ne keveredjetek bele semmilyen veszélyes kalandba. Vigyázzatok biciklizésnél, fürdésnél, és mielőtt bármit csináltok, használjátok az eszeteket. Most pedig elköszönünk egymástól, attól a közösségtől, mellyel az elmúlt időben minden nap találkoztunk, és együtt töltöttük el legalább a nap felét. A 8-asok számára ez a búcsú örökre szól. Ők még egyszer, így ebben a társaságban soha többé nem állnak itt előttünk. A többiek számára is öröm, hogy véget ér a tanév. Remélem, annak is örülni fog mindenki, hogy szeptemberben újra találkozhatunk. Nagyon szép nyarat kívánok minden családnak,
Sok pihenést, sok játékot, olvasást, sok kirándulást. Találkozunk szeptemberben. Ezzel a 2022-23-as tanévet bezártnak nyilvánítom, és befejezésként hallgassuk meg közösen a szózatot. Osztályaikkal közösen vonuljanak át az iskolába, és ott osszák ki a bizonyítványokat.